A Richter skála szerinti 7,3-es erejű földrengés rázta meg Venezuelát ottani idő szerint a kora esti órákban. A rengés epicentruma az ország keleti partvidékén volt 123 kilométeres mélységben, ami némileg tompította a hatását. A földmozgásnak a hírek szerint nincsen halálos áldozata. Mobiltelefonnal rögzítették egy venezuelai szupermarketben a földrengés pillanatait. A felvételen látható, ahogy a polcokról áruk esnek le. A rengést a fővárosban, Caracasban is érezték. Épp egy munkatársammal beszéltem, amikor azt hittem, megszédültem, de rájöttem, hogy földrengés volt. Majdnem pánikba estem, de lenyugodtam. Nagyon erős rengés volt, mondta egy irodai alkalmazott. Az emberek máshol is utcára menekültek az épületekből. Az állami olajvállalat olajmezőin és olajfinomítóiban nem okozott fennakadást a földmozgás. 4 vagy 5 utórengés volt, elég nagyok. Ez nyilván riadalmat keltett közöttünk, ezért rohantunk ki ide a térre. Még várunk, hát ha újabb utórengések lesznek, mondta egy másik caracasi lakos. A nemzetgyűlés elnöke éppen beszédet tartott a rengés alatt. Szerinte a venezuelai szocialista forradalom így jelezte a világnak, hogy nagy dolgok készülnek. Most először éreztem földrengést Venezuelában. Nem tudom, meddig tartott, de sokáig. Akkor vettem észre, amikor a szekrényben megmozdultak a ruháim. Az ágyon ültem, ami fellemozgott. Utána lejöttem, még mindig sokban vagyok, mondta ez a nő. A földrengést a Venezuelával szomszédos Kolumbia fővárosában, Bogotában is érezték, Trinidad és Tobago egyes részein pedig áramkimaradást okozott.